Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Tisztelte, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóimat, és ahogy kiderült, kérem szépen nem akárki a vendégem, hanem Kokas Éva, nagyon régen beszélgettünk már a igazgató asszonnyal, volt már ám módom egy másik média felületem. Apropója igazából, hogy a generációkázának igazgatójáról beszélünk, hiszen végre nagy-nagy örömünkre ö, hosszas, nem is azt mondom, hogy várakozás, de tulajdonképpen minden feltételnek adottnak kellett lenni, hogy az átadás megtörténjen. Ez a közelmúltban megtörtént. Szervusz, kedves Éva, Szervusz, hát szeretettel köszöntelek! Néha nem szoktam, csak másfél-két perc után. Mit szóltatok tulajdonképpen? Nagyon sokszor találkozunk a belvárosban, amúgy is, ugye magánemberként vártad már ezt a napot, és én úgy érzem, a különböző megjelentő cikkek alapján, hogy tulajdonképpen mindenki elégedett. Te egyértelmű, a te igen, kollektíván igen. ez a legfontosabb, de minden olyan szabály belett tartva, akár a katasztrofóvédelen beszélgetünk minden, itt, így van. ami okán ugye végre tulajdonképpen megújult a generációk háza. Egy kicsit kezdjük a legelejétől. Én ugye mindig nagyon megadtalak benneteket téged és kocsis Rozit, hogy amikor gyermekek házaként Igen. apostrofáltuk az intézményt, nagyon pici helyen, két ilyen zászlós Igen, hajója Igen. győrnek, dolgoztatok, csináltátok, holott néha nyomorgás Igen. volt, abszolút nem volt ugye energetikailag hatásos, már akkor ért ez a dolog, amikor még nem is lehetett tudni, hogy külön váltok. Hát valóban volt egy 15 éves időszak, amikor a Vaskakas Bábszínházzal megosztottuk a házunkat. Tulajdonképpen a Vaskakas dolgozott szabad hegyen. Azt mindannyian tudjuk, hogy ezeknek az intézményeknek a centrumban, központban kell dolgoznia, hogy mindenki könnyen elérje. Mi is rajta voltunk, hogy segítsünk a roziéknak, hogy beköltözzenek a belvárosba. Igaz, nem gondoltuk, hogy 15 évre, hanem egy lépcsőfokra, és akkor talán innét majd tudunk tudnak ők tovább menni. Hát ez nem sikerült, tehát ez nagyon hosszú időszak volt. Nagyon-nagyon hosszú volt, és hogyha tényleg a Rozival nem lenne egy ilyen barátságom, és a kollégáinkat nem összülöztük volna arra, hogy mindenki a maga dolgát teszi, és ha probléma van, akkor azt a vezetőnek mondja el, és mi le tudunk úgy ülni, hogy Rozi, könyörgöm, szeretnénk az udvarra egy pingpongasztalt felállítani, mert táborok jönnek, és a gyerekek játszanának, és ő azt mondta, hogy nem tudtok, mert nekünk a diszleteket el kell helyezni. Tehát bármilyen fórumon voltunk, tudtuk egymásnak a munkáját elismerni, de mind a kettőnk szájából csak az hangzott el, hogy ez méltatlan két ilyen intézménynek. És mi is, ahogy mondtad, a gyermekek házából generációk házává váltunk. Tehát amikor jött a nagypapa, meg a nagymama, meg a szülő, a gyereket kísérte, aki szakkörbe jött, és látta, hogy itt jogázni is lehet. És volt egy nyugdíjas bácsink, aki azt mondta, hogy az egész életében, arra vágyott, hogy korongozni tudjon, a fazekasságot kipróbálja, akkor azt tudtuk mondani, hogyha nem zavarja, hogy gyerekek rohangálnak körülötte bátran jöjjön, de kiforta magát felnőtt csoport. Híva. Tehát egyértelműen a generációk házává váltunk. Tehát manapság a nyugdíjasok a legaktívabbak. Ők tudják azt, hogy a közösséghez tartozás az a túlélés záloga. Tehát nem lehet otthon ülni, mert abba belesavanyodunk, hanem keresni kell a tornát, a szeniortáncot, a nyugdíjas klubot. Tehát képviseltük a saját érdekeinket, és egyszer csak elérkezett az, hogy a Bartók Béla megy a Megyei Művelődési Központ már nem funkcionált abban a dologban, és így ők megkaphatták, és azóta is nagyon jó barátságban és munkakapcsolatban vagyunk, és mind a ketten azt gondolom, hogy nagyon fontos tényezői vagyunk a városnak. Tehát innét indul a történet. Én, hogy kívülről láttam, azért a szakmai dolgok rovására ez nem ment tiz a másfél évtized alatt sem. Nem még akkor is, hogyha tényleg ilyen volt. Sőt, az elején még terveink is voltak, hogy egy ilyen ö, a, egymásra építeni a munkánkat, mert nyilvánvalóan mi azt a kézművességet tudjuk képviselni, amit mondjuk ők a színpadon, és akkor azt megjeleníteni, tehát egy ilyen kreatív házzá válni, de a helyszűke megakadályoztak. Ezt, és most így két sarokkal egymás mellett, de tudunk egymás mellett nagyon szépen működni. Ilyen én Medias rész rendszerben, én ugye a Bajcsizsinszki lakom, igen. édesanyám ott az Árpádom, úgyhogy én tulajdonképpen végigkövettem ennek a patináns intéz, intézménynek, illetve épületnek igen, ugye igen. a törzsfejlődését. Hogy alakult ez ki, miért volt erre szükség, független mm. attól, hogy Roziék közben elköltöztek, ti ugye bebelaktátok, mert ugye hála is Istennek voltak olyan helyek, amiket ugye tudtatok különböző funkció Használni, sőt, kellett is, de ez már így a predestináció elve alapján nem volt se energetikailag semmilyen téren megfelelő. Abszolút így van, és uh, uh, ahogy ők kiköltöztek, nagyon lelaktuk a házat, ezt így kell mondani. Igen. Én magam, aki már 38 éve vagyok ebben a házban, tehát ezt nyomon követve, min nyilván mindig a lehetőségeinkhez mérten tódosztuk. És ez nem csak egy festést jelent. Nem, tehát, hogy mert tudják egyáltalán hallgatni. nem, tehát ez egy energetikai felújítás volt, de uh, az elmúlt évek alatt, amikor tudtuk pályázatból, városi segítségből, ablakcseréket csináltunk, tehát amit tudtuk, megtehettünk, de azért ez, ez, a, ez a keret, ez kevés volt ehhez, el kellett következnie egy top pályázatnak, tehát egy Európai Uniós pályázatnak, amit az önkormányzat megpályázott, aminek a Generációk Háza a konzorciumi partnere és mi együttes erővel az ő szakemberekkel együtt ö, ö, tudtuk ezt végigvezetni. Ö, 2021 áprilisában költöztünk ki. Hát az is egy elég érdekes történet volt, mert helyet kellett biztosítani a mi intézményünknek, és azért azt el kell mondani, hogy abban a 2021-es évben 65 csoport volt a házban. Ezt akarsz Tehát akarsz ez a, ahogy Igen. tényleg mondjuk, hogy a babás programoktól, a gyerekszakkörökön keresztül, a felnőttek kosár Gyöngyfűzés, vasútmodellezés, mert hát azért ez egy egészségmegőrző ház, ha... És szabadna ne feledtek, kedves kivettétek természetesen abból az adott évből amúgy is ugye a részleteket, mert rengeteg programot szerveztek hogy akkor ünnepeltük Királyi Város emelkedésünk 754 évfordulóját, amit tulajdonképpen az egyharmadát tudtátok bent Pontosan, az intézményben. mert így öt telephelyen tudtunk, tudtak bennünket elhelyezni. Voltunk az új kapó utcába orvosi rendelőbe, voltunk a Virágpiac téren egy óvodai gek épületébe, voltunk a vásárcsarnok mellett egy nem tudom minek az Épületébe. Tehát öt helyen is azért ezt az öt helyet a város különböző pontjain nyitni, zárni, takarítani, nagyon nehéz volt, nem is tudtunk minden csoportunkat elhelyezni, mert azért a mi száz négyzetméteres tánctermünk, ahova a néptáncosok, a modern táncosok jönnek, azoknak nem találtunk helyet. A jogások lakást béreltek erre az időre, tehát most elég nehéz feladat lesz nekünk újra visszacsalogatni, visszahívni ezeket a csoportunkat, ezeket a, ezt a munkát mi megkezdtük, és szeptembertől várható az évindításnál, hogy na akkor lássuk meg, hogy, hogy akkor újra nyitva van ez. A ház. Ez nem azt jelenti, gondolom, hogy elszoktak azok az egyesületek, alapítványok, ők ott voltak nálatok. Bejátszott ez a fránya, COVID is, a két-két is. -két a COVID fél év 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 is, meg vál... azért az energiaválság is bejátszott, mert most, amikor keressük őket, hogy haló táncosok lehet jönni, akkor azt kell mondani, hogy nem 6000 forint a terem bérlete a táncteremnek, hanem 9600. Tehát... Uh... Ami még igazdálkodható, de értelemszerűen több ebbe Több, igazadban. Több, úgyhogy, de annyira vágynak vissza, mert tudom, hogy a, a Szenttivány, ami együttes, az az evangélikus iskola pincéjében táncol, tehát azért nálunk kényelmes, világos, minden feltétellel ellátott helyek vannak, főleg most a felújítás után, tehát én nagyon bízom benne, hogy vissza tudjuk fogadni, és vissza tudnak jönni hozzánk ezek a csoportok. Univerzális személy vagy, de én úgy érzem, hogy a fiskális részeket azt is, ahhoz is értezz, de te inkább ugye a kreatív vonal, vagy nem látod úgy, hogy azért Kicsit ránk kiesztettek, rettenetes az orosz-ukrán háború, rettenetes ugye az energiaválság, de például nem volt olyan terünk, te, telünk, telünk, hogy az emberek igen. tényleg rettegjenek, és itt azt se tudtuk emlékszem, hogy milyen lesz a számlánk, háromszorozódik. Igen, igen, igen. Belekerülünk-e ugye abba a meglévő mennyiségbe, amit eddig Igen, igen, eddig volt. Uh -huh. ö, Lehetett volna ez több is. Mondhatok én ilyet, mint riporter? Lehet, vagy. Lehet, lehetett volna több is, de azért sok ez így is. Tehát abban az időszakban, amikor még nem tudtunk kinyitni, mert azért ezekre az engedélyekre nagyon sokat kellett várni a végleges eonáramra. áramra. Ha nem a... lennél úrinő, akkor csúnyában is fogalmaztál volna. Igen, de az vagyok, így van. és ö, ö, például, amikor úgymond zárva volt a ház, és az egész, ugye a gázfűtésről bennünket átszerveztek a távfűtésre, mert hogy ez jobb le. Lesz, és akkor ezt már mi fogjuk tudni kezelni. És mondjuk csak az irodafrontokat fűtöttük, de úgy, hogy kabárba ültünk egész nap, és így is fizettünk egy december hónapban mondjuk 3 millió forintot, és nem tudjuk, hogy mire. Betyáriát. Az nagyon-nagyon nagyon kemény. Tehát azért bízunk abban, hogy esetleg ez is enyhülni fog még. Üm, nyilván betartjuk a szabályokat, meg nincs, nincs mit túlfűteni, de hát azért, azért egy kellemes légkört muszáj teremteni. Azért elég drága ez sajnos. Így van. Éva, hogyha tüzetesen meg tudnánk nézni, akkor elmondanád de nékünk, hogy pontosan mik nyilván nyilázzárótól kezdve. Igen, a felújítás mik ugye alakult igen. Ki, mert az pedig egyértelmű kívülről nézve, hogy valami a tetőn is változott. Nem csak, hogy valami, mert az egy impozáns plusz építmény, vagy ráépítmény. Erről szeretnék hallani pár mondatot. Köszönet. Jó, jó. Tehát tulajdonképpen a generációk művelődési háza épületének klímatudatos, energiahatékony üzemeltetés lehetővé tevő megújítása és az épület akadálymentesítése történt Iba. meg. Tehát kaptunk mi egy jó kis liftet is, ami azért nagyon fontos, mert a nyugdíjasokat mindig csak a, a Föld szinten tudtuk elhelyezni, mert ők nem szívesen ja. jártak volna fel. Most fest. Vagy sütjönnek. már nem is tudtak fölmenni. Így mert van, és most koruk, nem koruk. probléma, hogy a pecsvörkös asszonyokat feltettük a második emeletre. A pince szint rekonstrukciója is megtörtént, ami azt jelenti, hogy az egy ilyen kiállító tér lesz. Tehát egy kicsit ilyen ipari jellege maradt, nem tudtuk olyan nagyon-nagyon moderné tenni, de nem is probléma, mert hát, hogy lógnak a csövek, vagy látszanak a csövek, az nem probléma, majd különböző kiállításokat tervezünk odavinni. A homlokzati nyílászárók és a bejárati portár cseréje történt meg, és ahogy mondod, a tetőszerkezet és a tetőfedés teljes felújítás, Megtörtént, részben megújult az épület gépészete, villamosrendszere, ami nagyon fontos és nagyon látványos, hogy beépítésre került a tetőtér. Tehát volt egy padlásunk, egy minden szemetünket, minden, még a Babszínház maradékai is ott voltak, amit le kellett ürítenünk. Tehát az most csodálatosan megújult, és egy négy foglalkoztató térből álló, új mosdókkal ellátott, kiszolgáló térrel ellátott, csodálatos sötétítésű, szunyoghálós ablakokkal ellátott tereket kaptunk, olyan 40 négyzetméter körülieket, tehát, hogy ezek a kiscsoportos foglalkozások, kézművességek, Mindenki el tudunk helyezni ezekben. Éva, mielőtt folytatom, Igen. nem állom meg, hogy belebeszélek. Ilyenkor, amikor ö, X funkcióra volt alkalmas a gyermekek háza, aztán, amikor egyedül voltatok a generációk háza, jön ez a Európai Uniós pénz, el kell sikerül is, nyilván benn mar a kormány és az önkormányzat, is. és ilyenkor te mint a létesítmény üzemeltetője, a gyermekek háza igazgatója, beleszólhatsz kedvesen, aranyosan, kokasévásan, hogy bizony ha már ugye itt csili lesz minden, akkor esetleg a plusz funkció kiszolgálása érdekében ezt meg ezt lehetne csinálni. És akkor a generálkivitelező bárki ott, az ecsz berek segítenek, vagy itt megvan, hogy több-több-több? Hát eléggé megvan, de azért próbáltuk hallatni a hangunkat. Egy kicsit botormódon mi még a lift ellen is mentünk, mert van egy csodálatos lépcsőházunk, kovácsolt vas feljáróval. Leszűnjön meg? vagy? Hát az, hogy azt mi tudjuk azért úgy használni, továbbra is, és hogy, hogy esetleg a liftet az udvarra tenni, de egy nagyon fő projektünk volt az udvarnak a lefedése, ami szerintem, aki már az utcáról belát és benéz, látja, hogy egy Hát egy használaton kívüli, télen fáztunk, nyáron megsültünk, ö, udvarnak a lefedése történt meg, csodálatosan, ahol még esetleg koncerteket, bármit is tudunk tartani, hogy akkor azt a liftet vigyék ki az udvarra, de akkor nem lehet lefedni az udvart. Tehát fő vonulataiban azért a tervezők határozták meg, de például ott is hallattuk a hangunkat, hogy a légkondik, légkondikat ha már nem lehet egy, nem fér bele ebbe a költségvetésbe, hogy egy központi légkondik legyen, hogy a felső szintre kötelező az első emeletre a száz fős színháztermünkbe kötelező, tehát az, hogy próbáltuk elérni azt, hogy hogy mi, akik ezt a házat lakjuk és tapasztaljuk, mi az, amit nem tudunk elmenni mellette. Tehát a pályázat elég szigorúan, meg a tervezők is próbáltak megfelelni a Nextek pályázat. És azért itt több száz embert fiatal Igen, az tehát azért Szerettük volna elmondani azt, hogy hú, ez így nem lesz jó, és, és azért ezt ez, 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 talán így a végén elmondhatjuk azt, hogy mindenki... Ennek jó. Olytos Igen, köszönöm. igen, igen. Tehát, ahogy mondtam, az épület belső udvara lefedésre került, hogy ez egy ilyen négy évszakos udvar lehessen. Tehát a Generációk Háza felújítása hozzájárult az épített környezet gazdaságos fenntartásához, a kulturális programok színvonalas megtartásához, hogy a pénzről is beszéljünk, hogy ez mibe került. Ez a felújítás költsége nettó 440 millió 103.870 forint volt, amiből 5 millió forintot a város önrészként adott. Tehát ez egy 445 milliós Nem kell, felújítás. Igen. Nem kevés, igen. de nyilvánvalóan Ráfért ettől kezdve, meg is már a következő pályázatokat, mert nyilvánvalóan ö, lehetne a, a tetőre elemeket, napelemeket tenni. Az udvarunknak egyelőre még olyan fűtése, hűtése nincsen. Ki fogjuk tapasztalni, hogy esetleg a lefedés fölé valami árnyékolás, vagy ide is légkondicionálás. Tehát nincsenek vége. Ez egy... Ez egy... Átrudulni nem lehet. Nem pár, lehet. Vannak nyáraználatok a, nem... nyár a táborozás. Táborozás elsősorban így van, tehát nyitott szemmel járunk, és ezt folytatni kell. Így van. Azok a népek, hogy említetted, hogy szeptembertől érkeznek Igen. majd vissza, ez azért, mert most lett ugye hetekbe átadva, vagy kicsit kezdték belakni azokat a területeket, ahol voltak, vagy azért szinte mind visszajön? Nem, ilyenkor. ez úgy működik, hogy mi uh, szeptembertől májusig dolgozunk, úgymond az iskolai Aha. évhez kapcsolódva, és akkor van egy nyári időszak, és ezek a csoportok is azért nyaralnak, el, elutaznak, fellépnek, stb. Tehát így alakult ki, hogy szeptembertől májusig, van egy ilyen blokk nálunk, ahol a szakmai munka folyik, ahol a heti rendszeresség folyik. A nyár az valóban a táborok, és ennek az egész projektnek a zárását szeptember 16-ra tervezzük. Ugye most megvolt a hivatalos átadása, a protokolláris átadása, és majd szeptemberben lenne ennek a szakmai átadása, és olyan értelemben, hogy akkor már a csoportok foglalják el a helyüket, ö, és egybe vesszük a mi háznyitónkkal, ami meg az új évnek az indítása, tehát, hogy lehessen bejönni azoknak a gyerekeknek, ahol már szeptemberben elindult az iskola, tudja, hogy mikor lesz a plusz óra, meg a mit tudja, mi, micsoda, és bejön és megnézi, hogy Vasútmodellezni, modellezni, makettezni, néptáncra, mi, mi az, ami őt érdekli, hogy az mikor lesz, és bele lehet kukkantani. Mondanánk, hogy akkor szépen menjél nyaralni három hétre bárova, de amúgy se az a típus vagy, mert te is ilyen Járon nem vagy. lehet, így ja, van. A szó jó értelmébe hogy ugye ez Posgai Kitti kollégámmal volt szerencsém Igen. egy beszélgetés, egy podcastot ugye veled és kollégáiddal Igen. meghallgatni, ahol ugye ez volt a téma, egy kicsit beszéljünk ugye erről, hogy ez mit akar, mert tavaly is, tavaly előtt is független, ugye a városunk éppen 750 éve ünnepli királyvárosi alakulását, ez nektek mindig fontos. Ha nem is ti szervezitek, akkor is becsatlakoztok, vagy <kül> ti szervezitek, és akkor Horváth Sándor Domonkoség, tehát mások jönnek oda, ez hogy működik most? Hát ezek például. a közös munkák? Igen, igen. Ö, Mert ebből rengeteg. Nagyon-nagyon sok van, és ezt mi nagyon szeretjük. Egyébként most a bajba látta meg az ember, hogy mennyire számíthat a kollégáira. Mert már visszaköltöztünk a házba. Ennek a pályázatnak volt egy soft program része, ahol mi nekünk programokkal kellett ezt megtölteni. 21. szeptemberében csináltunk egy környezetvédelmi fesztivált az Ötvös Parkba. Ez a bizonyos záró lesz, így van, ott voltatok ti is, és ennek a projektnek a zárása lesz, majd ez a bizonyos évnyitogató, ahol gondolom ugyanúgy jelen lesztek. Tehát ez a két program zárja. Közben voltak középiskolásoknak különböző rendhagyórák órák, a környezettudatos, meg mindenféle témában, de ugye erre nekünk most nem volt már helyünk, mert a régi nem. öt helyről eljöttünk, az újat nem tudtuk megnyitni, és a Horváth Sándor Domonkos igazgató kollégám fölajánlotta, hogy ingyen és bérmentve tudtunk menni, amikor még kint voltunk a csarnoknál, akkor a Abba a részbe tartottuk a hímes tojás kiállításunkat, mert nem fértünk el. Igen. Amikor már visszakerültünk, akkor pedig a Belvárosi könyvtárban tartottuk ezeket a rendhagyó órákat, és ez nagyon nagy segítség volt. De Gireg egyébként, hogy bírtad, mert ilyen pozitív gondolatossággal Öm... rendelkezel. Én nem is láttalak téged még Pipának pedig lehet, hogy néha az vagy, mert az ember ugye néha. Igen. Néha ilyen. Hogy ezt hogy bírtad, mert, Én... mert és ez most jó értem, ez, ez a cigány élet, hogy jönni, menni csinálnád A lehetetlenség eléggé kikészít, tehát az, Ugye. Hogy, az hogy hogy, tudod, egy, hogy még nem mozdultunk, hónap, és még... nem rajtunk múlik. Tehát, Igen. hogy itt vagyunk, visszaköltöztünk, miért nem hal... Tehát az, hogy egy... Mert egy rendezvényen meg ez nem volt érezhető. Nem. Nincs bázisotok. Meg, meg, meg a kollégáimmal Igen. annyira jó, Igen. tehát, Igen. hogy hogy ez a 15 ember, akik mi így együtt vagyunk, tehát mi annyira tudjuk a dolgunkat elosztani a munkát, tehát azt tudjuk, hogy itt nem fog elmaradni semmi, Igen. de ami nem rajtad múlik, az a legborzasztóbb és a legidegesebb. És, és, és azon miért szentség? Ez egy idő Igen, után, nem, tehát nem, úgy, nem, hogy hogy, bele, hogy, ugye... nem igaz, hogy még egy-egy. Még, egy ilyen engedélyre, hogy végleges áramunk legyen, vagy hogy használatba vételi. Miért, miért, történik ez a hat, Mi történik ez alatt? Tehát ezt én ilyen szakember, aki a közművelésben dolgozik, ezt nem nagyon értem, nálunk pörög a dolog. Tehát tudjuk azt, hogy mi, le, mi áll előttünk, leülünk, megbeszéljük határidő, és haladunk. Tehát de a bürokrácia nem ez, ilyen. Ez nagyon ilyen. nehezen viseljük, tehát ez, ez nehezen megy. Tehát visszatérve, mi nagyon jól tudunk a kollégáinkkal együtt dolgozni, de az, hogy mondjuk gyereknapunk van, és most nem volt pénzünk színpadra, akkor a Moldár bertalan művelődési házból megkapjuk a színpadot. Tehát hogy egymásra figyelünk, és oda adjuk a dolgainkat, és, és ez fantasztikus jó. Amióta könyvszalon van, a, a könyvtárosokkal a, mi csináljuk a, gyerme, a gyermekkuckót, úgymond. Tehát, hogy ott mi a gyerekeknek szervezünk programokat, hogy a szülő egy kicsit ő tudjon körbenézni. Tehát szerintem is szakmailag mi nagyon jól össze tudunk dolgozni, nem vagyunk sokan, és hát ez, ez egy. Egy közművelődési feladata a városnak, és próbálunk erre odafigyelni. Kedves Éva, hogy állunk a nyárral? Gondolok itt a táborokkal. Ugye említetted, hogy a szépkorúak is egyre jobban, nem tudom, ez tendenciája, lehet, hogy a teregnálásod alatt, vagy annak mondjuk a második részébe egyre aktívabbak. Nem tényleg ne is üljenek otthon egész ne, nap, és nézzék a, a hármat. Mert nincs értelme, elhíznak, megbetegednek. Nem. és... Ö, hogy alakul a nyár. Gondolok itt arra, és nem akarok covidozni, mert igen, szerintem mindenjünket ez a pandémia megviselt, nem csak egzisztenciálisan, hanem emocionálisan is. Az emberek Kezdenek visszatérni. Gondolok itt arra, hogy nincs már az 500 fő. Így van kézmosás maszk, meg ez az egész nyomor, hogy ugye az ember fél. De Pfizerrel oltakoztál, én kínaival, az az egyik jó a másik nem, kezdenek visszatérni a közösségi életbe? abszolút nyitnak, kezdenek, keresik a lehetőségeket. Hát tényleg csodálatos, ahogy még a kiköltözés előtt is volt egy nagyon kedves történet, hogy a bottal megy a néni be az udvar felé, és akkor azt mondja, hogy jaj, Istenem, hát összekever. Szertem. ma nem táncra jöttem, táncra, hanem nyugdíjas klubba. Cuki. Tehát nagyon aranyalmas. cuki. Tehát Igen. tényleg a túlélés záloga a közösség. De az a lényeg, jön. jönnek. Jönnek, jönnek, így van. Tehát az is öröm látni, amikor egy nyugdíjas klubhoz jön a tangóharmonikás és énekelnek, hogy ahogy belátunk abba az udvari terembe, hogy jönnek tornázni és ülve a gyógytornász olyan gyakorlatokat mutat neki, hogy ülve tudja végezni, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez tényleg fantasztikus dolog. Nagyon jó, hogy már lehet táborozni, talán egy építőjátszóterünk maradt el. Ugye a generációk háza életében kb. 8 éve van ez a raklapos építőjátszótér, mert mindig egy, egy hát én, aki már 38 éve így dolgozom, azért 5-8-10 évente kell valami új dolgot nekünk is behozni. És minden évben tematizáltuk, értem szerint 21-ben ugye a királyi város, igen. de tehát, hogy mindig van valami. Mindig van valami belekapaszkodni igen. való. Tehát volt az. Amire város, az Igen, most áll. például a Petőfi évforduló így volt. Van, a Petőfi így van, a gyereknapunk is a János Vitéz történetébe ment, és ott a gyerekek a, elfújta a szél a Petőfi verseskötetét, és gyűjtötték a lapokat, de ez csak egy szösszenet. A építőjátszóterünknek is úgy, ahogy tavaly a cirkusz volt a témája, két évvel ezelőtt a 750, és a városi legendákat dolgoztuk fel. Most itt is Kukorica Jancsi falujába leszünk. Ezt szeretném mondani, hogy 390 gyerek jelentkezett az építőjátszótérre. Betyálja. Ez heti 120-130 gyerek, de kint vagyunk marcalvá. Tudjuk őket fogadni, és tudjuk őket kezelni, mert az, hogy 130 gyerek van egy héten, ez azt jelenti, hogy 10 gyerek 10-12 van egy csoportba, ahol egy felnőtt és még két segítő. 50 órás középiskolás, tehát ez, ez, ez nem probléma szemmel tartani őket. Meg és... nem is azok a típusok vagytok, hogy hát igazából nagyon sokan jelentkeztek, menjetek haza, mert ennyiben nem tudunk. Fogadni. Nem, nem, nem. Tehát március 1-én van a jelentkezés, és szinte két igen. héttel ezelőtt zártuk le. Szép. Ennyi szép. volt a, a befogadó képességünk, most már meg kellett az étkezést rendelni, tehát most már nem tudunk így fogadni jelentkezőket. De szép ez szép száméval. Ez nagyon. fantasztikus. Ez, tehát ez györülön. fantasztikus. Tehát, de ez egy, ez egy élmény pedagógiajára épülő tábor. Tehát ott a Marcalváros 2 az Apor iskola kollégiumával szemközti kiserdőben vagyunk. vagyunk. No, igen. Tehát igen. A, a, van, amikor Még negyven... egy jó környék is. Tehát nagyon nem, jó. Nem az a és beton... akkor 40 fok is lehet, Enge. de vannak párakapuink, és akkor egy-két szülő jön, hogy nem igaz, hogy nem vittük be a gyerekeket a tanterembe. A tanterembe. Hát Miért vinnénk be? Árnyas fák igen. alatt vagyunk. Ott van a a párakapu, fél óránként mondjuk, hogy igyatok, és mert a víz az finom, és töltsétek meg, meg ott. A... júni közepéig ott van, de, de ne ott legyen. Nyilvánvalóan, ha eső van, akkor van menekülési útvonal. A szülő a szülő. A tudom. szülő a szülő, így van, őket kezelni tudni kell, de nyilvánvalóan itt a nyolc év alatt nem volt semmi probléma, tehát tudjuk, tehát értjük ezt a dolgot, tehát az egy csodálatos dolog, most írtuk alá a szerződésünket, az ajándékozási szerződésünket, az Audival, mert pénteken reggel szállítják a 700 darab raklapot, a, jönnek a konténerek, és akkor a kollégáim közül sokan három hétre kiköltöznek az erdőbe. De hát úgy kell érteni, hogy ez egy napközis tábor, tehát 7 órától 5 óráig vagyunk ott, aztán éjszaka őrzik a területet, de ez egy nagyon fontos projektje az intézményünknek. Ezt egyébként én Németországban láttam ezt az építőjátszótér projektet, amikor tíz évvel ezelőtt kint voltam, és onni hos dem. És el kell mondani, hogy ezt nem tudnánk másképp megcsinálni mint úgy, hogy az önkormányzat 9 millió forinttal ezt támogatja. Tehát azért ez, egy, ez a nagy kiköltözés, erre nem elég a gyerekek befizetése. Tehát az, Igen. hogy befizeti a 30 ezer forintot, abból nem tudnám, nem tudom hány millióért őriztetni éjjel a területet, meg ezt a rengeteg vezetőt fizetni, meg a, azt a rengeteg... Hát, olyan, olyan szerszámkészleteink vannak már, mert itt a gyerekek, ő maga még a nyolc éves is csak mindenhol behajtózik, kalapál, és akkor mondja a szülő, hogy annyira jó fejek vagytok, mert az én gyerekem otthon is csinálná, csak nekem nincs hozzá idegem. Ja, mondom, nekünk a 130-hoz van, csak Hozzad bátran! És ez a kalapál, Igen, és akkor fogjuk a kezét, és úgy, és ez egy nagy élmény neki, hogy ő ezt megfoghatja, csinálhatja, hát számra vesztük a festékeket, lefestik, tele van textilekkel, és van egy kis te kerettörténet, mert majd itt a Kukorica Jancsi faluja után a következő hetekben átmegyünk a Tündérországba, és itt mindenféle őrületek lesznek. Jó, én úgy érzem így zárásként, hogy na, nagyon köszönöm, hogy hogy jó egészségnek örvendesz, még mindig te vagy a, a szépen. intézménynek az igazgatója, reméljük, mert én nem nagyon tudom elképzelni, hogy a generációk. Még én sem. Ne a te neveddel kezdődjön, remélhetőleg még több ciklus van benned. És tényleg azt is tudom, hogy nagyon jól pályáztok, akár Európai Uniós pénz, Igen. akár állami, akár önkormányzati tételesen, fillére pontosan elszámoltak, Éván, és mindig arra költitek, hogy a gyerekek, bocsánat, nem csak a gyermekek, mert generációk, Igen. idősek középkorúak, illetve fiataloknak a szórakoztatására, és ez egy, egyfajta edukáció is, mert nem csak az, hogy ne otthon legyen, mert apa anya dolgozik, hanem kupájátok is őket. Így van, így Én van. ezt nagyon köszönöm, és Isten tartsa meg szokásodat. Köszönöm nagyon. szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.